Mehet. Kovács Barbara a csacsi. Kéne egy csacsi, egy olyan igazi. Azt hiszem, vele jól tudnék játszani. Mufrucnak hívnám, és adnék neki enni, és úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vett egy videót. Jobb lett volna csacsi, az nem fogyaszt áramot. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? Jaj, fiam, hagyjál már ilyen butasággal. Mihez is kezdenék e makacs jószággal? Hol szaladgálna? És mivel etetnéd? És hol aludna? Az ágyadba vinnéd? Nem értem. A szobámba épp befér egy csacsi. Csak az ágyamat kéne kicsit arrébb tolni. És igen, aludni bevinném az ágyba. Nem is kéne más, csak tán még egy párna. Anya mondta, ne légy ilyen buti. Lakásban nem való egy igazi csacsi. Jó, de ha megnevet, veszek én a kertet, ültetek majd kórót, vetek bele füvet. És nem veszek videót, és nem veszek új kocsit, lesz sok pénzem, és végre vehetek egy csacsit.